annyira szeretlek. No, szia, drágám. Szia, szívem. Bocsánat. Köszönöm. Hello. Köszönöm. Hogy érkezik. Hát csak így ennyi. Jó van, most. Szárbusz. A másik dolog pedig azt szeretném megkérdezni, hogy, mióta vagy a Hospice Health támogatója? Hát 7 éve biztos. 7 éve biztos. A támogatói vacsorán szoktam a házi összelevenni, ugye minden év augusztus végén van, amikor több étterem a támogatóknak egy nagyon elegáns vacsorát. Uh-huh. És akkor én vagyok, aki ott kicsit házi összonyoskodom. Ez bármennyire szomorú az apropó, de mindig egy nagyon kellemes hangulatú, meg egy ahogy a Katalin is szoktam mondani, hogy az életek ünnepeljük, és bármilyen szomorúság van azt a falak között valahogy, hogy akik még úgy vannak betegek, azok is nagyon szeretik. Szóval, hogy egy ilyen méltóság van az egészben, egy ilyen nagyon letisztult meghittség, hogy egy kicsit úgy mindenki beszélget mindenkivel, meg úgy átgondolja így az életét, a tényleg. Úgyhogy szeretem azokat az estéket, hogy nem beszél, hanem feltölt egyébként, és ez nagyon. És hát aztán szomorú apropó miatt kerültem én is kapcsolatba az alapítványon, és hát nem is volt kérdés, amikor megkerestek, hogy ezt vállalnám. És aztán hát ezt hál' Istennek én is tudtam adni, mert bármilyen ilyen olyan rendezvényen vagy olyan műsorban voltam, ahol ugye anyagi felajánlást lehet adni, akkor nem is volt kérdés, hogy melyik alapítvány támogatom. Ez a pénzkérdés mindenhol ott lebeg, és pontosan tudom, hogy tényleg a legfontosabb nekik az, hogy ezeket az utolsó időket olyan szépé tegyék, és méltósággal tudjanak a hozzátartozóknak és a betegek is ott lenni, és aztán eltávozni. Úgyhogy mindig megyek, nézem, amikor megcsinálták ott az új szárnyat, azt is megnéztem, szóval, hogy ez nem csak arról szól, hogy ott most majomkodom, érted, és oda rakom az arcomat, hanem hogy tényleg részt veszem, ami velük történik. És hát rettenetesen tisztelem és szeretek mindenkit, aki hát köszönjük szépen. Egyrészt mi is teljes messzélességgel a Random Shooting projekt mellé álltunk az ügy mellé, és hogy lesz majd egy kiállításunk, ahol a képek árverezésével fogjuk támogatni a magát az alapítványt, és hogy majd akkor várunk téged erre a kiállításra. Igen, lesz kiállítás, igen.